itt téged akartalak hívni. Már itt vagyok, már itt vagyok. Na, arra úgy, hogy nem invitálok fel, csak még most ilyen felújítási munkálatok vannak nálunk, nemrég költöztünk, és még nem az igazi, még nem mutatnám meg. Semmi baj, akkor sétáljunk egyet, vagy jó. Tudok itt egy jó helyet, egy pár sarokra van, akkor üljünk be oda. Jó, menjünk. Nagyon megkedveltem Szingvikit, a Fanárunk kaféban is egy csomószor beszélgettünk, és ott is mindig olyan szimpatikus dolgokat mondott arról, hogy ő most miért van éppen egyedül, és hogy ez tudatos választás, és hogy ennek ellenére milyen sikeresen menedzseli az életét, ezért választottam őt. Ennek a költözésnek volt valami köze esetleges párkapcsolathoz, szakításhoz, bármihez? Nem, nekem már nagyon régóta nincsen így senki. Ez engem mindig nem is csodálatra, hanem megdöbbenésre késztet, hogy neked nincsen senki. Én magam vagyok bezárva. Mert hogy magamat zárom be, ez a jó szó. Talán pontosan azért, mert most ez egy olyan időszaknak kellett, hogy legyen az életemben, amikor találkozok saját magammal. Azt mondtad, azt tetszett, hogy most fel akarod építeni a magad kis birodalmát, hogyha úgy tetszik, amikor már egy picit önjáró lesz a karriered, és a lakás is rendben van, és akkor már jut szabad időd, meg energiád arra, hogy most a párkapcsolat, és ez nagyon igaz, tényleg. Igen, nagyon erre törekszem. Anyukád mit mond? Hát, anyu egy furcsa téma ilyen szempontból, mert ő apukám óta nem volt párkapcsolata, tehát hogy ennek most már 27 éve, tehát nekem ő az én szememben, ő az ilyen örök szingli. Tehát nyilván azért ez sem egy jó, nem feltétlenül egy jó példa. Te még ahhoz túl fiatal vagy, hogy ne tudnál egy kicsit ugalmasabb lenni. Tehát a párkapcsolatnak tud annyi örömmel lenni, hogy az ember szívesen alkalmazkodik egy igen. Tudatos választással éljük az életünket, tehát attól függetlenül, hogy a szüleink hogyan éltek, mi dönthetünk úgy, hogy nekünk az az út nem megfelelő, és törekedhetünk arra, hogy a mi saját útunkat választjuk, és ne azt, amit ők mutattak nekünk. Szerintem már az önmagában, hogy te különváltál, micsoda karriert építettél, az sem akármi. Egy egész ország ismerés szeret, most önálló lakásod van, nagyon sokan ezt csak úgy képesek véghez vinni, hogy már van mellettük valaki, igen. Egy férfi, aki konkrétan segíti őket. Igen. De egy párkapcsolat egyébként annyi örömet tud adni. Az már itt elkezdtük beszélgetni róla, hogy azért ez nagyon nehéz dolog, nem önmagában fizikailag, hogy most akkor egyik lakásból átcucolok a másikba, hanem a lelki része, amikor meghozom azt a döntést, hogy leválok anyukámról. Igen, nehéz volt meghozni, de ilyen, hát azt hiszem, hogy nem voltam még 18 éves, amikor eljöttem otthonról, de hogy aputól kellett érzelmileg elválnom, hogy hát ugye nem titok, hogy az indiai neveltetés, vagy az indiai elvárások teljesen mások, és ő nagyon-nagyon ellenezte azt, hogy én például úgy énekelés, tehát ő ügyvédnek szánt. Arról olvastam, tehát, hogy ezt nagyon ellenezte. Nem is az, hogy nem érdekelte, hanem ő ezt kifejezetten. Hát ez egy hülyeség. És neked az milyen volt az a pillanat, amikor édesapád ugye elment a Rising Star-ba és meghallgatott, holott előtte, mert nem nagyon volt közös életetek, ugye? Sőt, egyáltalán nem. Voltak évek, amikor én egyáltalán nem beszéltem vele, megváltoztattam a számomat, hogy ne tudjon elérni se, szóval annyira azt éreztem, hogy a minden dolognak, ami az életemben nem jön össze, annak ő a gátja. Az az elvárás, ami az indiai édesapa felé irányult, az egy meglehetősen kategorikus és nehéz elvárás lehetett, és valószínűleg ennek köszönhető az, hogy egy időben elkezdett lázadni ellen, hogy ő nem azt az utat szeretné élni, hiszen ő abszolút egy európai nevelést kapott. De azóta már, hogy is mondjam, átgondolta ezt az álláspontját, vagy belátott valamit abból, hogy azóta ő... folyamatosan azt érzi, hogy az adósom, és minden percben próbál törleszteni. De legyél büszke magadra, hát ezért lettél ilyen erős. Megerősít. Több köze van hozzá, mert így még személyesebbé válik az élmény. Utóbbi időszakban mondtad, hogy 3 éve vagy pár nélkül, azért randik voltak a próbálkozások. Persze, ismerkedem, tehát a lehetőséget azt megadom. Csak aztán mindig úgy döntök, hogy nem ő az. Nem ő az igazi, válogatós vagyok most abban. Nagyon helyes, én ezzel egyetértek, de ez jó dolog, hogy randizol, mert azért annyira nem zárod el magad a lehetőségtől, végülis bármikor lehet, bármelyikből jó. Így van. A semmi jónak nem vagyok az elrontója, ezt szoktam mondani. Viszont azt említetted, hogy az ilyen rövid kis kapcsolatok egy éjszakás, vagy valami, azt szóba se jöhettek. Nem, csak nem vagyok ilyen típus. Egy éjszakás még sose volt. Soha. A mai fiatal lányok közül sokan vannak olyanok, akik itt szállnak virágról virágra, és úgy vannak vele, hogy ők fiatalok, nekik jár az, hogy az életnek minden ízét gyakorlatilag kipróbálják, például a fiúzást is. És ez nagyon érett gondolkodásra val, hogy azt mondja, hogy őt ez nem elégíti ki. Sok ilyen történetet végighallgatok, hogy addig, amíg nem találom meg az igazit, addig is azért csemegézek, és akkor egy-két éjszaka, vagy egy-két hét, ez nekem sem lenne, ez annyira idegen, és így tőled is. Igen. Könnyebb lenne kettesben csinálni ezeket, hogyha nem nekem kéne kicserélni a villany
körtét. Így van, vagy leírni a füvet, vagy a garázskaput megszerelni. Azért az kellemes állapot lenne. Azt már megígértem Vikinek, hogy jövő lesz a harmadik fejezet, és ez tényleg így is lesz. De minden olyan gondolat, amit elmondott a párkeresésről, a párválasztásról, vagy az átmeneti szingliségről, ez mind annyira ült a helyén, hogy bárki ezt elolvassa, az követheti ezt a példát. Na jó, hát köszönöm, drága Viki. Köszönöm. Puszi. Puszi, puszi. Na, ez most már elég jól meghűlt ez a csoki, kérhetek egy kis segítséget, lányok? Igen! Azt kellene csinálni, hogy ebbe a finom csokoládéba belekevertek egy kis magyarót, meg diót, jó? Úgy ennek az adagnak a felét. Kis ujjatokkal kóstolgathattok is egy picikét, jó? Addig mi Judival beszélgetünk, addig ti ezt megcsináljátok, jó? Okay. Ügyesek vagytok. Na, rajta! Judith, gyere, mutatok neked valamit. Tudom, hogy te szereted ezeket a szappanokat. Nézd, ezt én csináltam. Ez abszolút levendulás, tök jó, de nagyon finom. Jó. De ezt te csináltad? Azok ilyen kis mandarin szeletek. És ez mi? Az csillámporra tetejére szoktam főni, de szagold meg, milyen isteni finom. De mi ez, a tényleg lehet fürdeni? Isten bizony, ez igazi szappan, én csináltam. Judival elkezdtük nézegetni a szappanokat, mert én szappant is készítek, és mindenkinek nagyon szívesen ajándékozok belőle, akinek érzékenyebb a bőre, és hát teljesen belefeledkeztünk ebbe, hogy nézegettük meg, szagolgattuk a szappanokat, és oda se figyeltünk rá, észre se vettük, hogy mit művelnek a kicsik. Na lányok, hogy álltok? Kész vagytok? Hát mit csináltatok? Hímnosak voltak benne a lányokat. Ez meredek. Figyelj, kecskére nekik bíztuk a káposztát. A valószínű, hogy is van mennyi csoki, vagy elkóstolgattátok mindent? Nagy pinci. Az orra. Hát ez nagyon finom. Figyeljétek, van egy ötletem, gyönyörű vagy. De várj, le kell picit. Egyéb is olyan le. Figyelj, letörlöm. Morning! Mi az? Mi történik a konyhában, anyukám? Mert már úgy beizzítottál ezzel a sokikkal, hogy már rendesen feladom a fogyókúrámat. Kész van, tessék. Na, nagyon gyönyörű csoki, klassz lett, nem? Nagyon jól néz ki. Gyertek lányok, mindenkinek kész a csokija. Ez egy pici mogyoróba burkoltam, ez a tiéd, ez elég csilis, úgyhogy ezt a gyerekek ne egyék. Ez Judikáé. Jaj, köszönjük. Ez a majszié. Ez ilyen kis csoki lesz, elégbe van burkolva, mert azt nagyon szereted. Mollikáiba van narancs, ez a tiéd, nem? De van pedig narancs. Az enyém pedig a diós, mert én meg azt szeretem. Öcsém. Nagyon finom. Ez már most csípi a belső résztemet. Nem azért, mert én csináltam, de nagyon finom. Nem azért, mert csináltam, de nagyon jó vagy, anyám. Na milyen? Ugye finom? Tényleg jó, én magam is adtam. Nem jössz el, nem laksz, nem költöz el hozzánk? Nem, most nem hozzátok megyünk, nem rossz ötlet különben, majd visszatérünk rá. De gondoltam, hogy még egy picit vigyük tovább ezt a csokoládés vonalat, mert még nincs vége a napnak. És nézzük meg szerintem azt, hogy hogy csinálják ezt a profik. Mármint, hogy a nem már én profi, hanem más profik. Igen? Na, de miért? Hova megyünk? Azért, mert van egy csokoládé múzeum, igen? Ahol én már jártam csomó ott minden... egyszer korábban. Na hát akkor tudod a járást. Igen. Nagyon sok jó dolog van kiállítva, és állítólag kóstolni is lehet mindenféle csokoládékat. Hát ez nagyon jó. Úgyhogy szerintem hát kerekedjünk fel, és menjünk, jó? Lányok, gyertek, készüljetek. Adja már még, nehogy ne spóroljál már. Köszöntök mindenkinek, engem Gere Jánosnak, én a 90 házigazdájuk. A program során több csokoládé kóstoló is lesz. Mindjárt az elején kezdjük egy marcipán golyó mártogatása a csokoládé szökőkúból. Nagyon jó lesz. És utána formáig kutatunk a ház körül, nem? Ott minden ezt mondogatta már otthon, hogy de ugye lesz szökőkút. Hát lesz. Jó, egy páncikát kell kézbe venni, felszúrni egy marcipán golyót, belemártani tetszés szerint a csokoládéba. Na gyere, majd szúrja bele. Na majd azt nézd, de vigyázz, ne csöpökölj le. Vigasztad magad azzal, Judy, hogy a marcipán ez mandula. Igen. És mint ilyen gyümölcs. Igen. Nézd, figyelj csak, és azt meg kell enni vajon. Nagyon jó. Úristen, de figyelj már, oké, de nézd már. Hát azt mondta Monika, hogy a mandula az gyümölcs, akkor a csokoládépek zöldség, úgyhogy... Na, így van. Az végül is egy saláta az egész, ugye? Kap mindenkinek kis tálkát tőlem, ez egy ízelt tésztából készült tálka, ehető is, ezt most még nem kell enni, hanem megtörni félig csokoládéval. Ha kész vannak, kész vagyunk. Akkor kezdjük is. Tessék lenni a sütőkét akkor innen. Titkos piros. Tessék oda tartani. Na és mennyi menjen bele? Fogok szólni. Nem kell közben mozgatni, csak egy helyben tartani. És csak oda megcsinálod te is azt, hogy ne rendbe körül.
még lesz. Okay. Most kell belegyezni a dobozba. Jaj, de szétnéz. És akkor csúsztatni, és lehet. Most csinálni, hogy a módokat csinálni, jó? Küszterezni, ízesíteni. Jöhet a következő. De klassz, na menjetek. Jó, elég lesz, húzd el. Itt van a doboz, helyezd vele. Nézd, mikkel készülnek, gyere a lepkére. És a közepére teszek egy kis rózsát, ilyet? Ilyen rózsalevelet. Ilyet? Ide, oda. Mindjárt oda toljuk ezt a kis majszit. Jó volt látni a gyerekek arcát, amikor csinálták a saját kis süteményüket. Végig figyeltem a kis arcukat, szinte végig mosoly volt az arcukon, mert annyira jó és élvezetes része volt ez a programnak, ahogy a kis kezükkel ott engedték bele a csokit, ez nagyon tetszett. Na, figyelj csak! Na, Majci, hol van? Nagyon. Életem értelem, mert te már megint... Majci? Hát te már megint hol? Na, még visszajövünk ide. Hát ez nem... És még te találtál ilyen golyókat? Lett golyó még? A mindenében. Nem venni szívemre, ha ez itt megromlana. De figyelj, legyen újra, tudod azt mondani. Ja, jó, ne kell elhúzgass, amit mindenki jönbe. Jók ezek a golyók. Csak hol van a számban. Majd elég más! Na szerint én nem mondom, hogy szerintem húzzunk, mert ez a... Majd most már nem a kaja részét kérem, hanem a művész. Majd mit csinálsz, Peste? Ne! Jó, sziasztok! Én nem indultam! Majának fölvesztem a kabátját! Sziasztok! Én elindulok! Szia, Maja! Kész a festés! Szia, Maja! De ügyes!